Kedves István bátyám! Sajtóval értesültem, hogy önöknél Budapesten is hasonló problémákkal küzdenek a városrendezés kérdésében, mint nálunk Párizsban. Mivel ön sokrétű tapasztalattal rendelkezik, szeretném kikérni tanácsát, véleményét, hogy nemrég indított vállalkozásomat a lehető legjobban tudjam működtetni. Természetesen állok rendelkezésére. Ön csak néhány évvel idősebb, mint a fiaim, tehát úgy tekintek önre, mint fogadott fiamra. Elsősorban mire kíváncsi? A fémszerkezet építő cégemet szeretném felvirágoztatni, mivel saját vagyonomat fektettem bele. A fémipar fellendülésének köszönhetően jól indult a vállalkozás, és számos megrendelésem van. Érdekelne, hogy melyekre koncentráljak leginkább. Tudnia kell, hogy a városrendezés első elképzelésével valóban az iparosodás okozta problémákra kívántak megoldást találni. Főként az egészségügyi törvények megalkotása, a csatorna és ivóvízhálózat kiépítése volt fontos. A gazdasági növekedés a lakosság nagyarányú növekedését eredményezte, így a járványok megelőzése érdekében ezt kellett először rendezni. De ön ezt nyilván tudja, hiszen Párizsban Oszmán báró terve éppen megvalósulóban van. Igen, és valljuk be, a nagyszabású építkezések növelik harmadik Napóleon népszerűségét is. Az uralkodó még mindig fél egy esetleges forradalomtól, így nagy széles sugárultak kedvezőbbek az esetleges csapatmozgásokhoz, mint a városközpont szűk középkori utcácskái, ahová a felkelők be tudták fészkelni magukat. Ez igaz, de a politikai aggodalmaktól térjünk vissza a gazdasági és szociális kérdésekhez. A múltban a városok jellegét a kulturális hagyomány folytatása határozta meg, de a középkori vagy éppen barokk utcák nem bírják el a megnövekedett terhelést. Az önök oszmanjának egyik nagy érdeme, hogy hatékony, vállalkozó szellemű, jól képzett csapatot szervez maga köré, akikkel végre tudja hajtani az eltervezett építőmunkákat. Tehát azt tanácsolja, hogy én is így építsem fel a cégemet? Mindenképpen, hiszen egy építkezésen könnyen ütközhetnek problémákba, tehát önnek egyszerre kell vállalkozónak, építésznek és feltalálónak lennie. Köszönöm. Az utóbbi évtizedekben azt látjuk, hogy Pest fejlődése megállíthatatlan. Megépültek a nagykereskedelem és a pénz központjai, paloták, szállodák nőttek ki a földből, és felpesdült a kulturális élet is. Ezek olyan átfogó program részei, amely modernizálás összes területét magába foglalja, és ezt ön hozta létre. Az első a Lánchíd építése volt. Ezen kívül még számos budapesti épület, intézmény jött létre. A Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Színház, a Nemzeti Kaszinó, az alagút vagy a folyamszabályozás, a gőzhajózás és a lóversenyeken indítása. Utazásaim során Angliában, Franciaországban, Görögországban és Olaszországban figyelemmel kísértem az ottani kultúra és technika vívmányait és mindaz intézményeket, amelyeket később Magyarországon is terveztem megalapítani. A folyamszabályozáshoz éppen az önök Canal du Midi adta az ötletet. Ha már a vízi közlekedésre tartunk, képzelje, az első munkánk a bordói vasúti híd volt, de számos hídra, viaduktra kaptunk megbízásokat szerte Európában. Legutóbb a párizsi tervezőirodámhoz egy magyar építész is beadta munkáját, hogy a szegedi hídpályázatra az én nevem alatt küldje el a pályázatát. Remélem, sikerül véghez vinni a tervét. Azt én is remélem, mert az úthálózat fejlesztése, a hatékony közlekedés az egyik legfontosabb kérdés. Széles, egyenes utcák, sugárutak és körutak hálózatot kell megteremteni, amik összekötik a városi élet központjait a vasútállomásokkal. Tehát ön azt mondja, hogy a legfontosabb a funkcionalitás? Hallom, hogy a pesti indóház sem képes ellátni a növekvő forgalmat, így a helyére egy új csarnokot kívánok építeni. Az egyik mérnökünk készíti a csarnok átidaló vas szerkezetét. Valóság és technikai bravúr. Ez csodálatra méltó, és ön igazán jól tájékozott, ezt az új vasútállomást a Lipót körút fogja bekapcsolni a városi vérkeringésbe. Épp most érkezett a fővárosi közmunkák tanácsának levele. A város zöme minden összefüggés nélkül szorványosan csak itt-ott mutatja az emelkedésnek némi jelét, s nagyrészt elavult házakkal van megrakva. A fejlődésnek csak is azáltal lehet egyszerűbb irányt adni, ha a város területének közepén egy szép, tágas és az egész városon keresztbe átvonuló út nyittatik. És hova tervezik ezt az új körutat? A Duna egyik természetes mellékágának folyómedre mentén. Más nagyvárosokban a régi városok mentén épülnek, bár a telekspekulásoktól igen nehéz megszerezni a szükséges területeket. A körutak mentén épülő paloták, bérházak, polgári házak esetén törekedni kell az egységes megjelenésre. A külvárosok persze eltérőek.
Ez az egységesség egyelőre csak egy-egy városrészen belül igaz. Mindez nagyon szép, de nem fog gondot okozni a zai sapul. Úgy tervezzük, hogy a város terét fákkal, sőt egész erdővel ültetjük be, ami segít kirekeszteni a port. A kertek, parkok egyébként is hozzátartoznak a város társasági életéhez. Nézze, hoztam ennek néhány fotográfiát. Lipótvárosban már létre is hoztunk egy planádot, amit terveink szerint továbbiak fognak követni. Csak úgy, mint Párizsban. Ott a régi Luxemburgert mellett hozzák létre a Bois de Boulogne és a Bötsomont. Az emberek szívesen töltik a szabadidejüket természetes napfényes környezetben. Ha szabad javasolnám, tegyünk mi is egy sétát a városban. És mit kezdnek a megnövekedett zajjal? Ki kellett cserélni az utak régi homokkő burkolatát makadámútra vagy tartós kolkőre, porféra, gránitra. Ez könnyebb tisztán tartani, és kevésbé rászkolnak rajta a járművek. Igaz, hogy drágább a kialakítása és csúszósabb a lopaták számára, így nehéz elfogadtatni ezt az újítást. Mikor megérkeztem önökhöz, rögtön feltűnt, hogy a bérkocsik mellett már működik az omnibusz közlekedés is. Sőt, lovasutat is láttam emeletes kocsikkal. Igen, ezért is van szükség a csatornaházat korszerűsítésére, hogy az eltömörött lefolyók ne okozzanak gondot. Ehhez kapcsoltuk a személyszállítás megszervezését. Az utcák tisztán tartása, a lakók és boltosok feladata, de a közterületeken, például a piacon a takarítást a város végezheti el. Az utak tisztántartása azért is fontos, mert a század elén a hölgyek számára a bevásárlás még valóságos rémálom volt. Az utcák sötétek, zsúfoltak, piszkosak, sárosak voltak. Esős időben senkinek sem volt kedve kimerészkedni. Amikor kezdtek divatba jönni a fedett bevásárló utcák, rögtön nagy népszerűségnek örventek. Párizsban az első a Passage de Panorama volt, de más nagyvárosokban, például Milánóban is nagyon kedveltek. Ez a Passage de Panorama adta a mintát a mi Párizsi útunknak. Innen kapta a nevét is. A tető acélszerkezete hatalmas üveglapokat tart, a tágas, világos utcákon a kisasszonyok kedvükre nézegettetik az elegáns üzleteket. Este pedig a gázlámpák biztosítják a világítást. A világításról jut eszembe, gondolja, hogy a fénykandelláberek készítésre is jövedelmező lehet a vállalkozásomnak? Igen, a város biztonsági értékében sok helyen le fogják cserélni a régi lámpásokat nagy lámpatártó állványokra. A megfelelő fényerővel sűrűbben kell elhelyezni őket. Most folynak kísérletek olyan égőkkel, ahol lassúbb a gázkibocsátás, így uralni gázzal háromszor nagyobb fényerőt is lehet elérni. És ha a lámpatesteket alacsonyabbra és karcsúbbra készítjük, akkor tovább csökkenthetjük az árnyékos területeket. Igazán hálás vagyok, nagyszerű ötleteket adott a további fejlődéshez. Örülök, hogy ilyen erőtől pezsgő fiatalok munkálkodnak a jövő építésén. Megvallom, nem nézek annyit hátra, mint sok hazám fia, hanem inkább előre. Nincs annyi gondom tudni, valamik voltunk, de inkább azt nézni, idővel mik lehetünk. A múlt kiesett a hatalmunkból, de a jövendőnek urai vagyunk.